Szóval, hogy a Google az, holott még a jelenlegi modellje az abszolút, abszolút reklám alapú, valami szóval a bevétel 80%-a származik még talán, talán reklám alapú bevételekből, hogy az elmúlt 20-30 évben a Google üzleti modellje az, az teljes mértékben erre épült. Van viszont szerintünk kettő elég jó trend, ami, ami már így megjelent a, a felszín alatt, és ez jó egy egy nagyobb szeretet fog kiharapni a, a bevételekből. Az első ugye az a Google felhőszolgáltatása, azt talán nem kell túragozni, ugye jó esélye Google lesz az a harmadik szereplő a, az AWS, Amazon AWS, illetve a Microsoft Azure mellett, aki megvetheti a, a lábát a, a felhőpiacon, mint harmadik szolgáltató, hogy ott minden adott ahhoz, hogy ez egy ilyen oligopolisztikus piac irányába menjen, szépen azért, ahogy ezek az adatközpontok brutális tőkét nyelnek el, Um, és elég jó esély ez egy ilyen álló háború lesz a, a három szék között. Ami viszont ennél érdekesebb, és szerintünk nagyon erős, erőteljes látens potenciált hord az, a, az alfabetnél, az a, um, az a subscription business, tehát a, a feliratkozó, feliratkozás? Előfizetésekre alapuló. Köszönöm, előfizetésen alapuló, eh, alapuló bevételi források. Erre egy elég jó példa, van. egyébként, ha most megnéztek, nagyjából már ilyen 10% felett van ez a Google Subscription Platform Devices Business. Itt a dolog szépség kiválja, hogy itt a többek között a Google Pixel telefonok és hasonlók eladása, illetve az androidos bevételek is bele, bele számítanak. Minden esetre látszik, hogy most már ez a szegmens nagyjából egy ilyen 10% feletti részt képvisel ami viszont szerintünk elég jól mutatja, hogy, hogy ebben mekkora látás potenciál van. Itt a YouTube-nál elég publikusak a számok, és ezt megpróbáltuk nektek itt feltüntetni. Jelenleg úgy néz ki, hogy YouTube-nak nagyjából ilyen két milliárd felhasználója van éves szinten, aktív felhasználókról beszélünk, és ugye leosztjátok itt a YouTube reklámbevételét a Google-nek, akkor ki fog jönni, hogy nagyjából ilyen 10-15 dollár közötti az a egy monetizációs ráta, amit a YouTube-on keresztül generál az alfabet a, reklám megjelenítése után. Ami viszont érdekes, hogy már önmagában azt jelzi, hogy ez mennyire egy alul monetizált eszköze az alfabetnek, hogy a metánál ez majdnem négyszer akkora, tehát a metánnak ez az arpuja, az average revenue per user, éves alapon globálisan 45 dollár, tehát eleve benne van már egy szor, három, négyszeres szorzó. Ami viszont még ennél is butálisabb szerintünk, szerintem, hogy a YouTube ugye elkezdte bevezetni a premium előfizetési csomagját, ami egy reklámmentes nézést tesz lehetővé, ott pedig konkrétan egy majdnem tízszeres szorzó van a YouTube reklámbevételhez képest, tehát egy prémium ügyfélen, itt azért itt is megosznak regionálisan, és sajnos ezt nem bontja le még az alfabet, de szerintem ez csak időkérdése. Az USA-ban nagyjából ilyen 120-140 dollár között van egy csomag. Magyarországon ez, hát jól mondjuk, olyan 60-70 dollárt számoltunk itt Mátéval. És hát amúgy ezt is beszéltünk már korábban, és én nem hittem el Mátinak, hogy aki egyszer YouTube Premiumra előfizett, az soha az életben nem fog visszamenni az ingyenes verzióra. Én is áldozatul estem itt a Bogyó és Babolcán, annyi reklámot kaptunk, pont meséltem Dávinnak, hogy mindenféle, nem tudom, gyerek, gyerekreklámokat, a, mit, mit tudom én, gyerekfegyereklő és hasonló, vagy vízi bevágott gyakorlatilag percenként a YouTube, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor biztos, hogy YouTube Premium-on fogjuk nézni a Bogyó és Babolcát innen, és hát, tényleg soha az életben nem fog visszamenni az ingyenes YouTube-ed. Tírre, úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy ez egy működő üzleti modellt, saját tapasztalat alapján is. És ami viszont érdekes, és amit ki, amiatt kimozgattam itt a videót a felső sarokból, hogy ez egy elég brutális látás potenciál szerintem a, az alfabet esetében, és ha meghallgatjátok a legutóbbi earnings call ott is elég egyértelmű, hogy a subscription előfizetéses modell felé fog eltulódni az alfabet. Um, elég csak ahhoz, hogy ha jól emlékszem, vagy öt vagy hat olyan szolgáltatása van az alfabetnek, amit több mint egy milliárd ember használ évente. Itt csak három logót láttok, itt a Gmail-t, a Google Maps-et és a, a Google Chrome-ot szerintem egyikük se tudná már gyakorlatilag elképzelni az életét enélkül, és csak itt Mátéval számolgattunk a, videó előtt, illetve a kérdezfőnek előtt, hogyha csak egy 10 dolláros csomagot vezetne be az alfabet, mint egy ilyen bundle egy csomagként megkapod az összeset gyakorlatilag ingyen és reklámmentesen, akkor hogyha kiszámoljátok, hogyha csak egy milliárd felhasználóval számolunk, akkor gyakorlatilag nagyon hasonló a reklám reklám lábához, 170 milliárd dollár környékéhez mérhető üzletet tudna felépíteni a Google csak azáltal, hogy ezeket a, ezeket a platformokat monetizálja, úgyhogy szerintem röviden tömören még nagyon korai temetni a Google-t, és főleg a GPT miatt a, temetni a, Google-t. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogassd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukacintelligensbefektetők.hu címen.